A megyében több település, Nyíregyházán pedig a Nyírségvíz ZRT víztornyán helyezték el ezeket a berendezéseket. A cég és a települési önkormányzatok a kórház rendelkezésére bocsátották tornyaikat, ezzel segítették a korszerű hálózat kiépítését. Ezek az eszközök mikrohullámú átjátszók, amelyek közvetítik a jelet, segítik az adatátvitelt a kórházak telephelyei között, hangzott el az új és egységes informatikai rendszer kiépítéséről szóló sajtótájékoztatón. A kórház önerőből 20 millió forintot költött a több mint 30 féle eszközre, amely a legmodernebb és biztonságosabb adattároló és feldolgozó rendszer. Azok a leletek, amelyek korábban különböző telephelyeken, különböző informatikai, programokon voltak raktározva, azokat most egységesítettük, és bármikor hozzá tudunk nyúlni, tehát bármikor meg tudjuk nyitni ezt. Tehát a betegeknek a 15 évvel ezelőtti állapotaikban is tulajdonképpen az egész szint, tehát a kórház egységünkben lévő tagkórházainkban lévő informatikai adatállomány az most egységesítve lett. Ez a gyógyítás gyorsítja a betegbiztonságot, és hát nem beszélve arról, hogy anyagilag is kedvezőbb. A mindennapi gyógyítás magas szintű informatikai hátteret igényel. A 4 telephelyen működtetett és már fél éve tesztelt rendszer illeszkedik a hamarosan országosan is bevezetésre kerülő elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez, amely jelentősen előmozdítja a betegellátást. Egyrészt gyorsabban lehet adatokat kezelni a rendszeren keresztül, másrészt konzultációkra is lehetőséget nyújt. Mindemellett a nyomon követhetőség fontos kritérium a betegek gyógyításában. A kórházak közötti információ áramlást segíti az egységes elektronikus rendszer. A megye kórházaiban közel 500 000 embert látnak el, az egészségügyi szolgáltatók hálózatba történő kapcsolása óriási előrelépés a betegellátásban. A Máté Szakai Kórházban egy általános, mondjuk belgyógyászati osztályon valami olyan problémát tapasztal a beteggel, ami miatt neki idézőjelben magasabb ellátási szintet biztosító kórházba kell menni, az a megyei kórház. És evidens, hogy akkor a Máté Szaka környékű betegek, ha Nyíregyházára jönnek, akkor most már valóban nem kell a régi leleteket hurcolni magukkal, gyakran, ahogy igazgató úr mondta, erre nem is került sor, és már a Nyíregyházán fogadó orvos egyből látja azokat az eredményeket, amelyek a korábbi vizsgálati stádiumokban születtek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vidék lakosságának, a Nyíregyházán kívüli betegeknek még fontosabb talán, és sokkal nagyobb biztonságban lesz az egészségük ezzel az informatikai fejlesztéssel, mint korábban volt. Az informatikai rendszer kiépítésének előkészítése közel másfél évet vett igénybe, mondták el a tájékoztatón. Az új rendszer biztonságos kezelésére több mint 1000 dolgozót tanfolyamokon oktattak.